No sì, Stocky Schmidt. Nézzük, hogy nekem működik a stream, nem vagyok benne biztos, hogy jó is-e, vagy nem. Egyre úgy látom, hogy jó retette a kamerát is, úgyhogy nagyon gond nem lehet. Szóval, sziasztok! Kicsit változás. Hol megyről? Áttértem egy kicsit a Assetto Corsa kompetícióra, ahol ezt egy ligába próbálkozom majd Imivel. Vagyis hát neki még egyre még kérdéses. Én még, mint látható, nem vagyok egy túl gyors versenyző, úgyhogy úgyhogy majd eldől, mi lesz ebből. Igazából ez csak egy tesztfutam egyelőre, úgyhogy sokat nem kell várni. Arról szól igazából, hogy mennyire képes az ember kultúráltan közlekedni a pályán másokkal együtt, és mennyire nem. De hát csak körbe az adok, hogy menne a pályán, hogy ne üssek ki senkit, se mondjuk ilyen nagy létszáma nem biztos, hogy annyira izgalmas lesz. Hát jóval nagyobb létszámba is mentem ma a TC-be, még konzolon is már. Tudod, tegnap is. És nem éreztem olyan rossznak a dolgot, bár az látszik, hogy időben még iszonyat csak a lemaradásom. Ezzel most kezdem el tanulni ezt a játékot is. Na, egy kis türelmet mindjárt leszek.
Na és mit itt vagyok. Úgy látom, Imi is megérkezett, úgyhogy meghívom a party chatbe legalább. Ja, iszok egy kortyot. Szóval nem lesz egy egyszerű. Egyelőre ne kell belerázódni. Bár nem tudom, ez a 1.45 feles körülő az mennyire üres tank. Mondjuk én nem mentem csak 40 literre. De majd meglátjuk. Valaki is azt mondta. Tudom, mennyire vagyok hallható. Remélem eléggé. Na nézzük. Egyébként amit hozzá meg kell tenni, hogy nem nagyon van nekem még setupom, iminek se, úgyhogy mondom, hogy csak most rázódom bele. Tehát... még ez a 2,2 másodperc nem is a világ vége. Jó, de jó hideg gumikkal kell menni. Jó, kiültetek a gumik. De a gumikodat nem nagyon tapadnak. Most a baj. Szép lassan melegednek fel azok a gumik. Ali? Mi újság? Helyre álltam ott. Elég tisztán hallak mondjuk. Pedig az nem rossz. Jaja. Jó, megint elfékeztem. Na, nem vannak ott. A Discordon adja. Ha benne vagy a csoportjukban, nem? Hát ott az ACC részlegen. Micsoda? Aha.
Ja, nem. Mindjárt megállok. Állj már meg. Ó, basszus. Mindegy. Na, van egy olyan, hogy Xbox ACC. Xbox Racing-nél. Csak elküldtem a jelszót neked. És OTL erre keres rá. Tudom, én se rögtön láttam. Mindegy, ott a nyílben megy, gyere fel, most már tudsz. Hát kell, de messze van a kábel. Hát kell állítanom. Hát jó, elmattam, zavar kutyát se. Mindegy, elküldtem. Majd lesz, biztos nem adtak még hozzá. Engem is utólag, eleinte én sem láttam. Nem hiszem. Pedig akkor ezt is le tudnál te is. Apám. Van hova gyorsulni, ezt már látom. A baj, nem lényeges. Vagy szép apránként bele. Én még itt tárgyaltam a streamet, mert ugye elállítodott. Nem jössz fel? Írd be a keresőbe, hogy OTLR. Szerverlistén nincs, bemérsz a szerverlistába. Vagy most hol vagy?
Érdekes, hogy mi igaz? Ujjajajajajajaj. Olyan keszekuszának tűnnek. Ahogy nem. És akkor ott fent. De, ott van felül. TLR. Itt is ők kell lennie. Azaz. Jelszavas kell. Connect. Connect around, és akkor ott. Üzemanyagot. Ídi. Na nézzük. Lefulladt. Ja, agresszív. Jöttem ki a boxba, és lefulladt az autóm. Hát ez kurva. Jöttem ki a boxba, mondom, miért nem megy ez a fos? Már fellöktek az úton. Hát szóval nem jár a motor. Ó, hogy az. Haladszodni, jól van. Ja, nem baj. Nézzük az. Micsoda? Itt nem. Itt most nem. Csak egy 30 perces sima futam. Annyi szerintem nem.
Aha. Igen. Gyors hibám. Jaj, megint elfékeztem. Ó, hogy az a... Hogy állt ez meg. Jajjaj. Thank you.
Igen. Én 6-os TC vagyok, meg 4-es ABS-e. Jó, mondjuk én edzésen is mentem kört, úgyhogy... Ja, hát igen, az 5-ös TC az elég a kizé. Nagyon szeret mászkálni a picsukája, még egyébként 6-os TC-vel is mászik. Majd. Spábotonom, ahol felraktam. 4-esre. Ha a tenet nem is felsőltem, tehát mentem spába. Végigvisztem a izért a futamot. Érted? Utolsó kör, érted? Erre mikor cseszem el? Az utolsó körben. Hát mondom, én ezt nem hiszem el. Orvosba elrontottam izét. Túl szűkre szabtam a jobbost az orvosba. Lementem a fűre, megdobott, átdobott a másik oldalra. Nekikocsaltam a falnak, átcsapottam a másik oldalra, visszacsúsztam a pályára. Úgy telibe vertek, hallott, hogy öröm volt nézni. Azt mondom, hogy nem hiszem el, végigcsinálom a futamot, erre az utolsó körben összetöröm. Hát mondom, ilyen nincsen. Kegyetlen. Egyébként van valami. Ja. Hát nem úgy, hanem hogy van ilyen kiszámoló ennek a Kovács Akadémiának, vagy mi a francnak. Ingrid, nem tudom mi az. Kiszámolja neked pontosan mennyi üzemanyag kell. Hát jó. Tehát 63 liter üzemanyag elég is vele. Ez kétleném, de mindegy. Ja. Egy 18 körrel számolok. Nekem 3,5-öt fogyaszt. Hát az pedig annyi. Mindegy. Szerint bele 70 litert, az cső.
Jól megdobott. Mi az? Ó, lesz az, majd én is így kezdtem. A két kötöntél, vagy mennyit, ha? Jó, de te nem mentél, én mentem edzésen is már több kört. Hát én beraktam 70 litert. Ha nem elég, akkor így jártunk. Én 3,5 literre számoltam. Most mi van? Beászom. Jó. Engem nem. Nézd ma. Ki ez a fiú? Ez nem magyar? Akkor jól. Sejtettem. Hol lesz ez mi? Hát a, ugyanúgy a Xbox gombbal, és akkor rá kell keresni. Vagy nem is kell rá keresni. Ha? Ja. Jó, jön a verseny. Engem nem jelölt be. He? Legagyi. Na mindegy. Ja, de. Engem így bejelölt. Majd. Majd utána most. Most nem ilyenkel foglalkozunk. Jó, van még bőven időnk, van még 2,5 percünk. Mert meg már... Oh, shit. Lehet belerakni inkább 80 litert, az a biztos. Lehet benne több leszarom. Az a baj, egy kicsike. Most miért ugyanazt a keveréket rakott bele, te okos tojás? Egyetlen. Az a különbség, ha megnézed, akkor az egyes valószínűleg azzal mentél, vagy a kettesse a tírja a kopásokat százalékban. Belemész, azt tetted be. Akkor a elsőhöz, fentre, akkor tedd be az első, mondjuk a harmadikat például az elsőhöz, és a pistop stratégiához tedd be, a negyediket, ha netán ki kell menni boxba valamiért, akkor ne az a harmadikat. Ja, úgy. Rátankon. Még van másik percet. Itt figyelni kell egyébként a futamokon, nehogy az, hogy azt a keveréket rakd vissza. Ne úgy járj, mint én a karrier módban, hogy elindultam, azt utólag vettem észre, hogy kapott keveréken voltam rajta. Az egy vicces volt. De közel vagyunk egymáshoz. De várjál, mi álló rajt lesz, hogy mi? Ja, fasz, egy teljes kört megyünk. Na jó, teljes felvezetőkört. Addig iszok meg egy kortot.
Mondom, és azok, akik nézik, azok megmondhatnák, hogy... milyen a minőség. Túl sokan nem nézik, ahogy elnéztem. Na de, hárman. Jaj. Vigyázzál, mert csak 20 másodperc. Ja, jó, oké. Jöjjék ide, gumikon kell menni. Hajhaj! Going single file. Ja. Helyes feladat a kölsz. Hogy indult el? Low tire pressure. Stay clear of the curbs. Nem akart elő. Ja. Jó, hogy nem lehet egymásnak menni. Ja, legalább azok fogjanak mi. Ez a ide-oda lángoltam kormányt, az nem annyira jön be. Akkor a templá nem is fog. Tudod vasolni őket, hogy mit csinálsz velük? Idáig tartottam, most már... izé van. Két sor. Buktam egyet, majdnem kettőt is.
Szerencsém volt. Húva! Belám fordult az autó. Belám máshogy viselkedik most az autó. Mint kéne. Nincs tapadásom meg elől. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Azt, ahogy megcsúsztam. Nem, hogy összeszedtem. Slow car ahead. Well done, mate. Personal fastest lap. Well done, mate. Personal best.
Well done, mate. This has been your personal best. Falling behind to the car in front in sector 2. Well done, mate. Personal best. Szoktam, hogy állt meg.
time to the car in front in sector 2. De túlcsúsztam. Ám arhatok. Előttem lévő mindig 2/10 jobban megy. Nem hiszem el. Thank you.
You're gaining on the driver ahead in Sector 3. Well done, Bane. Your fastest lap so far. Szia, Zoli! Mi újság? Ja. Time to the car in front in Sector 3. Én miért aztán a 9. vagy a 10. Jó is ez a GTA-ra. Állj meg! Mee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 
Ori üdvözöl. Nem hallja. Nem, csak tudja, hogy itt vagy, azt nem hallotta. Akkor mondtam. Fajos! Szóval csaptam. Jajaj, ez sok most. Jaj, de az előttem lévő neki sok volt. Szalassultam. Meg főleg, ha ilyen hülyeséget csinálok, mint most is.
Jó van, Zoli. Forduljál! Tényleg 63 liter elég volt. Köszi. Már igazából csak egy teszt futam volt. Jajjaj. De nem voltunk csatában. Az igen. Kis mocskos megelőzött. Na. Ha. Hát én a izét követtem a BMW-t, de egyszerűen mindig volt valami ellenszer, amikor kicsit rakváltam rá, és akkor mindig el tudott lépni, úgyhogy még volt. Oh, na, ezt lelőtték a szervert szerintem. Neked is leszakadt? Ja. Mindegy, nem baj, de jó volt egyébként, én nagyon csipáztam attól függetlenül. Rajta teszem, ne izéltem, bockodtam igazából. Meg olyan hideg volt nekem a gumiba, azok én egy körön keresztül csak szenvedtem ezekkel a szarpapucsokkal. Mondom, nem hiszem el. Hát én is próbáltam, de... Nálam sokat nem ért. Hello, szia-szia! Nem, az aki még megy a streamem, de nem baj. Bár szerintem nem hallatszott, hogy teljesen mindegy. Mert ilyenkor, ha nem tudod elfogadni, már csak akkor tudod elfogadni, hogyha én rányomok. Úgyhogy maximum engem fognak hülyenek nézni, hogy miért beszélgetek a két emberre, miközben nem is hallatszatok. Én voltam egyedül, aki ilyen szerencsétlen volt, itt volt tesztelés alatt is, és alig bírt menni a pályán. Jó volt egyébként. Én is azt csináltam. Mióta ACC-zem? Mióta ACC-zem? Most is kontrollára volt. Én még akkor le vagyunk gyalázva, na mindegy.
Hát azért van különbség. Vagy nekem mondjam, most már az X-en van, nem az S-en van. Én közben lecseréltem. De S-en is nagyon élvezetes volt az ATC. Ahhoz képest egyébként én nem mondom, hogy iszhat sokat kihoztak az ATC-ből az S-en is. Igen. Külön csapat csinálja egyébként az ACC részét. Egy teljesen külön bagás csinálja egyébként. Igen. Most tudom, kinek adták ki egyébként, mert írták, hogy kiadták. De azt mondták, hogy iszonyat csak vele van vele, mert azért oké, hogy most már tudja, hogy ugye azt a fizikát le tudja kezdeni, mert mindent a konzol is, de attól függetlenül iszonyat csak munka van bele, mert nem lehet, nincs olyan visszajelzési lehetőség, mint PC-n. Hát simán. Próbáltam mi mindent igazából.
az erre van. Van PSS verzió, meg van XS. Jaja. Aha. Az a baj, hogy árban igazából az éri meg a legjobban. Egyedül a váltója. Jó, amúgy jó. Az egy picit érezni, hogy itt van fogaskerék, az egy picit érezni. Még a... Jaj. Azt hiszem még az csak fogaskerekes volt, nem? Lehet. Lehet, igen. Most jelent meg nemrég. Jaja. Mi is arra vártunk, hogy jelenjen már meg. Hát most, ja. Sőt, fölé is ment, még 130 fölé is ment. Mondjuk a... Aha.
Nem. Ugye 8-as. Én is. Belenyúltatok. Azt elhiszem. Ő már az ujjamat. Ő már az ujjamat. Én is. Egyébként rajok el csak az új autókra, mert és egyébként még jönnie kell, mert a Lexus F-nek is érkeznie kell. Nem beszélve egyébként, hogy ugye ők a... segítségként, mit mondtam múlt, melyiket, melyik szériát Source, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Rengeteg kategória van benne, és abban van Ford Mustang is már. És elméletileg ők azt követik, elméletileg jönnie kell G3-as Ford Mustangnak is. Az jön majd nyáron. Ázsiai meg amerikai pályák jönnek állítólag. Most nem tudom, mire gondolsz, osztrák pálya. Mert én most azt olvastam, hogy elmélet. Nürburgring az most is benne van. Ízlem, Zach Herring. Vagy Össer Sleben, nem Zach Herring, vagy Össer Sleben. Nem tudom, már én úgy tudom, hogy most nyáron most ázsiai és amerikai pályák jönnek. Azt tudom, hogy Kota lesz benne, az amerikai. Hát, hogyha kijön az 1.8-as frissítés, akkor igen. Nyár közepe is lehet abból. Meg lesz csinálva. Én úgy tudom, mondjuk azt tudom, hogy az nem lesz megcsinálva, hogy a van. Az is belekerül. Most volt pont. Egy GTM-as verseny rajta. Richard. Oh.
Aztán a utolsó futamot ott dobtam el pont. De utolsó körre végig csináltam a futamot, az utolsó körben mondom, belemegyek még egyszer az orvosom, mert utolsó kör jött, ott még megelőztem az előttem lévőt nagy nehezen. Erre korán húzom rá az orvos jobb oldalára, be a rázókör mögé, az autó repül balra, mondom, elkerülném a gumifalat, de nem kerülem el természetesen az oldalán, de kicsapódott, átvetöttem a másik oldalra, össze-vissza drifteltem, mint a hülye gyerek, jött a mögöttem lévő úgy telibe vágott hajátok, azt hittem, hogy kirepülök a pályáról. Akkor te is nézed, jól van. Leégett a motori. Vagy nem, de az nem 24 órás volt. Hát bár lehet a gumiktól is. Az kemény. Hát hol volt a verset, melyik ligába? A box 3 motorsportnál volt ez a verseny. Egyébként néztem én is azt a bajnokságot, csak nem is tudom, mi volt a baj vele. Mikor vannak azok a versenyek? És streamelsz. A GH-et, aha. Ja. Né, benne vagyok a Discord csoportjukban, csak még nem jutottam el odáig, hogy nézzek is valamit. De ez így jó, mert akkor így te is ott vagy, akkor így maximum lehet becsatlakozom, majd összebeszélünk azt akkor. Ennap a OGR-re mentünk, ilyen nyílt szerveren. Az is jó volt egyébként. Ott csapt a picsán. Repültem hazáig. Ah.
Nem tudom, én a karrierbe belenyúltam a 2015-ös Mercedesbe, azóta úgy szívok vele, mint a torkosporc. Mizánóban volt a következő futamom, halljátok. Hát én nem csak repkedtem azon a pályán szó szerint, ott az a nyújtott kanyar, érted, az egyenes végén van a gyorsabbos, aztán meg ugye jön a másik jobbos és a harmadik jobbos része. Hát ott mindig kimentem így a világba. Megnéztem az azt mondják, hogy egy nagyon jó alapnak tökéletes. Nem, majd bekörül az új Evo 2-es Audi majd arra. Meg nincs. Evo 2-es meg nincs. Jönni fog. Én most, amióta megjelent, én azóta ezzel az autóval megyek. Egyébként, én őszintén szólva, ez az autó egy kicsit hasonlít az Astonnak a vezetéséhez. Nekem kicsit annak a feelingje. Melyik is más? Persze, egy... Na, üzében nézem. Én a műszerfalról nézem.
beráncigáltalak. De megérte. Én csöltökön is megpróbálok jönni. Ott is megyek a BMW-be, már úgyis megszoktam a BMW-t, ott is jó a BMW. A BMW jött be. Jó, menjünk. Egyébként, melyik feküdt meg nekem? Már nem is tudom, melyik feküdt, nem tudom már. De a BMW az feküdt, azt tudom, mert azzal mentem a Bathurst-i egy órás futamot még annó, még azt mondjuk, még a PC-n. Azért jó autó egyébként, viszont nincs benne TC. Gyorsan elköszönök tőletek, sziasztok, jó éjszakát, köszönöm, hogy nézhetek, minden igaz, akkor csörtökön érkezem, vagy csak egy kicsit így el voltam, csak közben beszélgettünk a többiekkel, de nem lett már több verseny, de remélem legközelebb is követtek és néztek. Még egyszer köszönöm, hogy nézhetek, további szép estét, jó éjszakát, sziasztok!